74 éves a forint. A hazai fizetőeszköz jelenlegi formája 1946. augusztus 1-én váltotta a pengőt. Az évforduló alkalmából a forint jövőjéről és az euró bevezetésének lehetséges forgatókönyveiről Bodnár Zoltánnal beszélgetünk. Olyan szép a forint története, mondta Bodnár Zoltán. Ugye július 31-e van, és holnap lesz a forint születésnapja, 74 éves a forint. Bodnár Zoltán közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke az vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye bevezették a forintot 46. augusztus 1-én, ez a pengőt váltotta akkor, ha jól emlékszem. Ez a pengőt váltotta, így van. Egy nagyon kritikus időszakban. Egy nagyon kritikus időszakban, egy elképesztő hiperinflációs időszakban. Gondoljunk bele, hogy 1946. júniusában 158.000%-os volt a napi infláció. Jézusom! Tehát aznap, vagy akkor, amikor megjelent a pénz, már nem ért semmit. Vagy gondoljunk arra, hogy miközben a forint, amelyik az 1927-es, tehát a lényegében a bevezetéskori pengőhöz képest úgy működött, hogy egy akkori pengő, 27-es pengő az 3,4 forintnak felelt meg. A rekurrens csatlakozás szabálya a forint bevezetéséről szóló miniszterelnöki rendeletben az úgy szólt, hogy egy forint az 400 ezer kvadrillió pengő, vagy ez 24 darab nulla, 10-24-en, vagy illetőleg 200 millió adópengő volt. Az adópengőt azt 46 januárjától kezdték kibocsátani, de aztán az is rohamos inflációra váltott, és hát ráadásul ugye az ország keleti részén a Vörös Hadsereg is elkezdett pengőt kibocsátani, ami hát teljesen fedezetlen volt, és jött a forint, ami egy aranyalapú pénz. Na, ezt akartam kérdezni, hogy azt értik-e a közgazdászok, hogy hogy van, de hát ezzel nagyjából meg is válaszolta, hogy július 31-én van egy papírdarab, aminek nem hiszek el semmit, és augusztus 1-én jön egy pénz, amire azt mondom, hogy igen, ezért odaadom a cuccot. Tehát hát ennek ugye sok feltétele volt. Aranyfedezete van a forintnak. Egy forint a kibocsátáskor az 0,757 tízezred gram aranynak felelt meg. Egy kiló arany az 13.210 forint körül volt. És ezt a fedezetet tulajdonképpen az biztosított a végső soron, hogy augusztus 6-án visszakaptuk az aranyvonatnak jelentős részét, ez ugye 28,4 tonna arany volt a Nemzeti Banki aranytartalék, és ennek alapján történt a pénzkibocsátás, ez tulajdonképpen olyan 1,5 milliárd forintnyi kibocsátást tett lehetővé. Na most ehhez az is kell, hogy én elhiggyem, hogy az az egy forint, ami nálam van, azért valaki oda fogja adni azt a megfelelő tört részű aranyat. Ez meg is van. Történt. Pontosabban az aranyat nem adja oda senki, az aranyalapú pénzrendszerek azért már nem úgy működtek a 20. században, meg hát a korona sem úgy működött annak idején, ugye 1892-től a pengő bevezetéséig volt a korona, ami aranyalapú pénz volt, és aztán a háborút követő időszakban a Bretton Woods-i rendszer összeomlásával a 70-es évek közepén pedig teljesen eltűnt az arany, illetőleg a dollár mögötti arany, mint fedezete a kibocsátott pénznek. Maga a nemzetgazdasági teljesítmény az, ami a fedezetet jelenti. Tehát a mai pénzünk az egy bizalmi alapú pénz. Igen, de hát egyébként a régi is tulajdonképpen, ha nagyon belegondolunk. Hiszen erről beszéltünk, hogy soha senki nem adta oda az aranyat. Egyfelől nem, másfelől az uralkodók ugye a régi időkben is előszeretettel éltek a pénzrontásnak a módjával, hogy egy kicsit kevesebb arany volt, vagy kicsit kevesebb ezüst volt az érmében, mint induláskor, így van. Ugye a legújabb kori forint történelem, 2006 volt az a dátum, amikor a forintnak nyugdíjba kellett volna mennie, legalábbis a 2001-es uniós csatlakozási dátumhoz képest. Nem ment, mert hogy ugye nem teljesítette Magyarország azokat a kritériumokat, ami kellett volna ahhoz, hogy az eurózóna tagja legyen, de mintha el is engedtük volna ezt az egész történetet. Hát az Orbán kormány legalábbis elengedte, és ez egy nagyon súlyos hiba. Ez egy nagyon súlyos hiba az elmúlt évekből. Sokféle szakmai vitát lehet folytatni, politikai is, de azt éppenséggel nem érdemes,
De sokféle szakmai vitát lehet folytatni arról, hogy a valuta övezethez történő csatlakozásnak mik az ideális feltételei, és akkor itt van a nominális konvergencia és a reál konvergencia, hogy tehát először a gazdaság teljesítőképességének kell közel kerülnie az eurozóna országainak teljesítőképességéhez, vagy azt mondani, hogy vannak bizonyos csatlakozási kritériumok, amelyek valamilyen mértékben leírják egy gazdaság állapotát, és a nominális csatlakozás, az új pénz bevezetése az önmagában generálja azt, hogy elmélyüljön ez a csatlakozás, és közelebb kerüljünk a reál gazdaságban is azokhoz az országokhoz, amelyek a közös valutának az alapját adják. Sokkal egyszerűbben kérdezek, igen, ha Bodár Zoltánon múlna most, bevezetni az eurót? Én az első pillanattól kezdve az euró bevezetésének elkötelezett híve vagyok. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tenni a Magyarországnak, a hosszú távú jövő biztosítása érdekében. Az, amiről beszélnek, hogy a forint és a monetáris politikai szuverenitás elvesztése, ez hablagy, ez butaság, ennek semmilyen értelmezhető része nincs. A nemzeti valuta megtartása az csak azt teszi lehetővé, hogy leértékeljék a nemzeti valutát, ez azonban már régen nem segíti a versenyképességet, ez csak leértékeli az egész ország a nemzet valutáját a külfölddel szemben. Most, amikor van egy ilyen nagyon törékeny világgazdasági helyzet, most is jobban járnánk az euróval? Sokkal jobban járnánk. Tehát az, hogy van egy saját valutánk, aminek az árfolyamát itthon mi határozzuk meg, ez nem jelent szabadságot? Ez így világos semmit nem. Ez legfeljebb a kormánynak jelent szabadságot ahhoz, hogy plusz pénzt szerezzen, miközben költségbe is telik neki. Sok olyan feltétel van, ami mellett ez egy pozitív kimenetelű játék lehet a költségvetésnek. Az országnak ez minden körülmények között egy negatív kimenetelű történet. El tudja-e képzelni azt, hogy az Orbán kormánynak ez a politikája euró versus forint megváltozna, vagy kormányváltás kell ahhoz, hogy itt komolyan felvetődjön az, hogy... Ez kormányváltás kell. Tehát, hogy semmilyen arra... Minden jel arra utal, hogy távol tartják magukat ettől a történettől, ezt egy olyan eszköznek tartják a nemzeti valutát, amit egyrészt misztifikálnak a pénzügyi szuverenitás valamilyen elképzelt, egyébként meg nem létező világában, ezt fontosnak tartják az alkotmányos nemzeti identitás egyik elemének, ami egy ostobaság, ez egyáltalán nem része semmilyen módon a nemzeti ellenben identitásnak. Ellenben mit nyernénk azzal, hogyha eurónk lenne? Jelentős pénzügyi stabilitást és a tranzakciós költségeknek egy jelentős csökkenését, de a stabilitás a legfontosabb ebből a szempontból. Egy olyan globális világgazdaságban, ahol, és ezt most már látjuk, nem csak kifejezetten gazdasági, természeti okokból állhatnak elő krízisek, hanem olyan súlyos, a 29-es válsághoz mérhető súlyosságú gazdasági világválság is előállhat egy pandémia következtében, amire senki nem számít, ezt nem lehet a Kondratyev ciklusba beépíteni, hogy majd egy ilyen is lesz, meg semmilyen más közgazdasági ciklus elméletbe. Ezeknél egy nagy rendszerhez történő csatlakozás és abban való részvétel, ez elemi biztonságot ad, és az Európai Unió ebbe az irányba megy. Az eurozónában mélyül az integráció, és ezzel növekszik az eurozóna országainak pénzügyi és makrogazdasági stabilitása. Minél inkább kimaradunk ebből, annál rosszabb helyzetbe kerülünk. Bodnár Zoltán, köszönöm, hogy mindezt elmondta. Kérem.